Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült Korinek László jogász, kriminológus, egyetemi tanár, akadémikus. Noha 50 éve itt vagyok ezen az egyetemen, de 26 éve meghívtak a belügyminisztériumba helyettes államtitkárnak, és azóta ott is van egy munkahelyem. Ez a belügyminisztérium központi tudományos lapjának a főszerkesztése. És a hivatalos indoklás szerint az ott végzett 26 évi munka elismerése ez. Nem lehet tagadni, hogy az embernek jól esik egy-egy ilyen elismerés, de ez úgy jön, tehát ennek megvan az előző két fokozata, tehát a tiszti kereszt, a sima középkereszt, ez inkább az idő múlása, tehát hogy 70 éves leszek jövőre, és hogy valami számvetés volt, úgy látszik a belügyminisztérium vezetésében is. És ha már számvetés, a professzor nem ma kezdte a szakmát. Kerek 50 éve tettem be a lábam az egyetemre. A tárgy, amit tanítok, az kriminológia, tehát a bűnözés elméleti megközelítése, hogy miért válnak az emberek bűnelkövetővé, társadalomban hogy néz ez ki, milyen fejlődés tapasztalható és hasonlók. Kutatás szintjén nagyon érdekes, tehát például megkérdeztem az embereket, 3500 baranyai lakost, még 1982-ben, hogy mik azok a bűncselekmények, amiket nem jelentenek föl. Tehát elkövettek ellenük, és miért nem jelentették föl? Ez az úgynevezett rejtett bűnözés. Vagy tavaly előtt egy olyan vizsgálatot folytattunk, hogy börtönökben betöréses lopások miatt elítélt embereket egy olyan kutatási helyzetbe hoztunk, hogy fényképeket raktunk ki eléjük házakról, és arra kértük őket, hogy mondják meg, hogy melyikbe törnének be, melyikbe nem. És például kiderült az, hogy halálos vétek, magas palánkok, meg sövények mögé rejtőzni, mert az nem minket vét, hanem éppen a úgynevezett dolgozó betörőt, és hasonlók. Az izgalmas szakterület azonban csak munka. Szabad idejében a professzor egészen más témákkal foglalkozik. Legszívesebben a hobbimat csinálom, pontosan a hobbiaimat. A magyarok kenyere egy teljesen véletlen hétköznapi pillanatban kezdődött, még 2010-ben. Ültem a konyhaasztal előtt, és azon volt egy szép kerek kenyér. Az jutott eszembe, hogy vajon hol termett az a búza, amiből készült ez a kenyér, és azon a földön, ahol ez termett ez a búza, mi minden történt 1100 év alatt, amióta a magyarok itt élnek. És az jutott eszembe, hogy vajon milyen íze lehetne egy olyan kenyérnek, amit nagy tragédiák helyszínén termett búzából készítünk. És akkor elhatároztam, hogy én csinálok egy ilyen kenyeret. 2011-ben már 9 tonna jött össze, és azóta minden évben sikerült az előző évi mennyiséget megduplázni, úgyhogy az idei adat az 440 tonna. Akkor adta magát a gondolat, hogy ezt a mennyiséget valami jótékonysági célra kell fordítani. Az adományozás másik hobbiában, az amatőr régészkedésben is megjelenik. Amikor április és május van, akkor is a földeket már megművelték, de még nem kelt ki a vetés, akkor többnyire a szántóföldeket járom, és ott például szívesen találok kőbaltát, és ezt persze nem tartom meg, hanem leadom a Nemzeti Múzeumnak, vagy vasárnap a Pécsi Vásáron, ha más talált ilyet, akkor az többnyire, ha olyan minőségű, akkor az én gyűjteményemet gyarapítja, ami szintén a Nemzeti Múzeumban végzi. Hobbiaiban a jövő és a múlt hangolódik össze az általa megélt jelenben, amelyben ezek mellett hivatása is nagy szerepet kap. A kitüntetés talán az utóbbiért járt, ám szabad idejében végzett munkája is minden elismerést megérdemel.